16. alkalommal rendezték meg a Kárpát-Kupatek versenyt, amely már csak a nevében hordozza a Kárpát elnevezést, hiszen igencsak megfogyatkozott a résztvevő csapatok száma. Korábban még a romániai Marosvásárhely és a vajdasági Magyar Kanizsa csapata is bekapcsolódtak a küzdelmekbe, azonban mára a nyíregyháziak mellett csupán a felvidéki nagysárosiak maradtak. Idén a nyíregyházi városi stadion teke pályáján gurítottak az ellenfelek. A versenyt azzal szerették volna különlegessé tenni a szervezők, hogy ezúttal női kategóriát is indítottak, amelyben az amatőr bajnokságban szereplő nyíregyháziak a szlovák extraligás felkísérés női csapatával mérték össze tudásukat. A hazai hölgyek nem vallottak szégyent, s bár mind a csapat, mind pedig az egyéni versenyben a nagysárosiak diadalmaskodtak, egyéniben azért Bújdosó Marianna személyében nyíregyházi játékos állhatott a dobogó harmadik fokára. A férfiaknál erős mezőny állt össze, amit az is jól mutat, hogy párfa különbség döntött a végső sorrendről. A csapatoknál a Velkisár is végzett az élen, míg egyéniben a nyíregyi tekések örülhettek, hiszen Magyarulsi Péter az első, Kastura Zsolt pedig a harmadik helyet szerezte meg. Igazándiból egy olyan 30-40 fán belül volt 10-15 játékos, tehát ez egy nagyon szoros verseny volt. Én megmondom őszintén, nagyon bíztam benne, amikor én az első sorba gulítottam, én nagyon bíztam benne, hogy sikerülni fog talán az első három helyezésből valamelyiket megcsípni, és igazándiból az idő elteltével ugye még melegebb lett a csarnokba, és igazándiból ez talán egy kicsit nekem hajtotta a vizet, úgymond. A nyíregyháziak dolgát nehezítette, hogy két meghatározó játékosuk is hiányzott a keretből, Szegő Levente mellett nem guríthatott a még mindig sérült Szlovenszky Tibor sem. Ennek ellenére a többiek versenyen mutatott teljesítménye már most, a felkészülés kezdetén bizakodásra adhat okot a következő szezonra nézve. Egyéniben azonban a Magyarulsi Péter 583 fája mindenképpen egy kellemes eredménynek bizonyul már így a felkészülés legelejéhez viszonyítva, míg mellette a Kastura Zsolt 570 fája, ami a harmadik helyhez volt elegendő, ez mindenképpen biztató a jövőre nézve, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a felkészülés legelején már egyes játékosok egész jó eredményeket tudtak produkálni, úgyhogy mindenképpen úgy érezzük, hogy időbe sikerült elkezdeni az edzéseket. Néhány játékosunknak azonban még több mint 3 hét felkészülés van hátra. A felkészülés pedig nem csak edzésekkel telik majd. Augusztus 20-án a nyíregyházi tekések a korábbi évekhez hasonlóan részt vesznek a szlovákiai Saris kupán is. A bajnokság sorsolása még készül, az viszont biztos, hogy a szezon szeptember elején rajtol.